első mondatok. Újra. Baszki. Megyünk Takta Arkányba! Az lesz a dolgunk, hogy leforgatunk egy tánccsoportnak egy promo videót, és akkor ezzel az egésszel egybefűzünk egy... Hát egy ilyen kis... Hát egy ilyen kis... BTS vlog, road movie, BTS vlog, style, kis... Szóval minden... Jó, jó. Faszai. Jó, deal. Jó. Elindultunk Mátéval egy egészen hosszú útra. Sajnos nem igazán tudtunk konkrétumokat tervezni, mivel nem láttuk előre a próbákat. Azt tudtuk nagyjából milyen lesz a hely, illetve azt, hogy nem lesz könnyű dolgunk. Útközben azért ötletelgettünk, és mire megérkeztünk, már volt egy koncepció, amire építhettünk. Na ide értünk Harkányban. A lányok már benn vannak, itt vagyunk, ez lesz a helyszín, ahol fordulni fogunk. Úgyhogy most fog megkezdődni az effektív munka, most melegítenek, úgyhogy... Bum! Jaja! A melegítést követően a lányok nekiálltak még 2 órán át próbálni. Nem tudtuk, mikor mi fog történni, ezért folytonos figyelemre volt szükség. Vittünk egy kerekes széket, amit dolliként használtunk. Lassítással párosítva meglepően jó felvételek készültek így. A próba végére mindenki elfáradt. A lehető leghamarabb el akartunk készülni vele, ezért másnap délelőtt megkezdtük az estig tartó utómunkát. A teaszaglás már az ősi cserakik óta egy bevett szokás. A régi cseroki törzsek így készültek fel a harcra. Na most egy ilyen anyagot megvágni szintén egy harcnak számít, tehát nekem van egy ilyen rituálé, hogy mindig egy teát szoktam szagolni, forró teát, mielőtt nekiesek a vágásnak, mert ez így testi, lelki és szellemi megnyugvást ad. A fesztiválos pohárban elkészített teának megvan a maga művészete, ez is egyébként nagyon régre vezethető vissza, de erről nem én tudok sokat mesélni, mivel ennek a nagymestere a stábban Máté, aki ugye most a felvételt készíti, tehát ez az ő reszortja, hogy ő készíti el nekem a rituáléhoz mindig a fesztiválos pohárban a forró teát, mert hát ehhez ő ért, Istenem most. Nekem nem volt időm kitanulni a mesterséget. Tamásra, te inkább az After Effects-re próbálsz. Én inkább tehát After Effects-et meg vágást csinálok, tehát ja, én hasznos is vagyok. Én pedig teát főzök. Az se rossz egyébként. A munka azzal folytatódott, hogy az előző este készült felvételeket elkezdtük szortírozni. Körülbelül 2-3 órányi anyagot kellett ahhoz visszanéznem, hogy elkezdhessek vágni. Ez alatt Máté megtalálta a zenét, ami végül a videó alá került, és közben Photoshoppal dolgozott. Hogy a saját munkámat is megkönnyítsem, mert a végén baromi sok léjel lesz, és nagyon sok réteggel fog dolgozni, és így azzal, hát, tehát az a próbám egyszerűsíteni az egészet, hogy egyrészt csoportokba rendezem, és mindenképpen el kell nevezni ugye a léjeleket, hogy tudd, hogy miről van szó. Hogyha Photoshop voltok, vagy bármilyen képszerkesztő program, amilyen réteg alapú olyan dolgoztok, akkor ez mindenképpen vegyétek szembe, használjátok ki a lehetőséget. Nem sokkal éjfél előtt elkészült a teljes videó. Itt az őszinte reakciónk, miután megnéztük. Ha tetszett ez a videó, és kíváncsi vagy, hogy milyen crazy shit történik a színfalak mögött, akkor azt egy kommenttel vagy egy lájkkal jelezheted nekünk. Ha pedig néznél még hasonlót, akkor iratkozz fel a csatornánkra.